Már most az előkészítés szakaszában is folyamatosan egyeztet az önkormányzat az új szekszárdi házi orvosi rendelő környékén élőkkel, hogy a fejlesztés végén ne csak az odajáró betegek és az ott dolgozó orvosok legyenek elégedettek. Erről a Rádió 1 műsorában beszélt a projektért felelős Zaják Rita, a várospolgármesterének tanácsnoka. A Bem utcai lakosokkal folyamatos a kommunikáció. Nekik a félelmük az volt, ugye, hogy itt az átjáró forgalom majd megnő, de nem. Polgármester úr ígéretet tett arra, hogy itt ugye ez egy földes út, hamarad út, mert ez még nyitott ez a kérdés, ugye, de ők szeretnék, tehát ez egy beszélgetés és tárgyalás kérdése, hogy hogyan alakult. A rendelő tervezése hamarosan elkezdődik, azt követően pedig a területet átveszik az építésért felelős szakemberek. Az átadásra legkésőbb 2022-ben kerülhet sor. Ha az épület elkészül, az önkormányzat újra számít majd a szomszédos utcában élők véleményére, hiszen a terület környezetének kialakításába őket is be akarják vonni. Amikor a tervek véglegessé válnak, akkor mindenképpen lakossági fórumot szeretnénk szervezni, és én nem csak arra, vagy nem elsősorban arra vagyok kíváncsi, hogy ki az, aki mondjuk ellendrukker ennek a projektnek, hanem én sokkal inkább a támogatókat keresem. Tehát itt 4500 embert érintő projektről van szó. Zaják Rita arról is beszélt az ország leghallgatottabb rádiócsatornáján, hogy a rendelő építésénél a lehető legkörnyezetkímélőbb módon járnak majd el. Parkolónak csak minimális felületet betonoznak le, például egy mentőnek szükséges területet, de igyekeznek a már most is ott lévő út melletti felületet ilyen célra hasznosítani.